Palóc világtalálkozót rendeznek Bátony terenyén, lesz gasztronómiai fesztivál, mesemondó verseny és palóc lakodalmas is. Cseppköveket találtak egy salgótarjáni alagútban, a feltárás egyedülálló Nógrád megyében. Le akarta szúrni apját egy Bátony terenyei férfi, az elkövető korábban egész családjával végezni akart. Ez a Híradó, köszöntöm Önöket! Első alkalommal rendezik meg a Palóc világtalálkozót augusztus 2-a és 4-e között. A programnak a Bátony terenyei Gyürki-Solymosi kastély ad otthont. Szó lesz egyebek mellett a palóc nép kialakulásának történetéről, szerveznek mesemondó versenyt, és palóc lakodalom is várja a résztvevőket. Palóc világtalálkozót rendez Bátony terenyén a Tar Lőrinc Baráti Kör és Közhasznú Egyesület augusztus 2-a és 4-e között. A rendezvénynek a Gyürki-Solymosi kastély ad otthont. Először úgy gondoltuk, hogy Taron rendezzük meg, hát én lokálpatrióta vagyok, ott élek, szerettem volna Taron létrehozni, de olyan mértékben dagadt a részt venni kívánó közösségek száma, hogy kénytelenek voltunk helyszínváltásban gondolkodni, és Bátony terenye azonnal szeretettel befogadott bennünket. Nagyon örülünk neki, hogy így döntött a Tar Lőrinc Baráti Kör, Baráti Egyesület, hogy ezt a találkozót Bátony terenyére hozza, már csak azért is, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sokat tettünk azért, hogy a palóc hagyományokat, a néphagyományokat felelevenítsük Bátony terenyén. Gondoljunk csak arra, hogy az elmúlt időszakban 3-4 évben két olyan hagyományőrző egyesület indult el, ami nem volt Bátony terenyén. Gondoljunk a nagybátonyi ófalusi hagyományőrzőkre, illetve gondoljunk a Maconkai Aranyalma Egyesületre. Mind a kettő az elmúlt 3-4 évben kezdte el a tevékenységét. És úgy gondolom, hogy ez egy kellő megkoronázása lehet annak a munkának, amelyet együtt tudtunk elvégezni. De gondoltunk itt akár a maconkai búcsúra, akár pedig a születi mulatságra is, amelyet a palóc hagyományok megőrzése, felelevenítése kapcsán kezdtünk el végezni Bátony terenyén. Én úgy gondolom, hogy jó választás volt a részükről a kis terenyei hely, mi pedig örülünk annak, hogy minket választottak. A mostani világtalálkozó célja a felvidéken, valamint Magyarországon élő palócok összefogása, értékeik bemutatása. Hatalmas értékek vannak tudásban, az irodalmunkban, a zenénkben, tehát mindenféle, a kultúra minden területén. A rendezvény első napján előadások lesznek majd a palóc nép kialakulásának történetéről, megemlékeznek Dej édesről, a palócok aranyasszonyáról, Attila Hun király unokahúgáról, akinek szobrot is állítanak a világtalálkozón. Valamint az előadók között lesz Papp Lajos professzor is. Szerveznek hajnaltáncot, hunkori mennyegzőt, tüzönjárást és örömdobolást is. Másnap megnyitják a Palóc gasztronómiai fesztivált, indítják el a népdal és mesemondó versenyt, a palóc települések pedig civil szervezeteik, együtteseik produkciói révén mutatkoznak be. Délután megválasztják a palócok szépét, majd a hajnalig tartó lakodalmon asszonykórusok, tánc és énekegyüttesek lépnek fel. Vasárnap folytatódik a művészeti csoportok bemutatkozása, majd a háromnapos programot szentmisével zárják. Cseppköveket talált egy salgótarjáni alagútban Prakfalvi Péter. A Novohrad Nógrád geológusa egy korábbi erőmű hűtővizét elvezető, mintegy 500 méter hosszú alagútban bukkant a 10-12 cm-es képződményekre. A felfedezés további érdekessége, hogy a cseppkövek nem mészkőben, hanem homokkőben keletkeztek, ez pedig nagyon ritka. Prakfalvi Péter az MT-nek kifejtette, kalandtúrák kedvelt célpontja lehet a most feltárt helyszín, azonban előtte még alaposan meg kell vizsgálni, hogy eléggé biztonságos-e a közel 90 éves alagút. Autóbaleset volt Kisterenyén a Molkút közelében július 21-én. Az ütközésben 3-an megsérültek, őket kórházba szállították. Egy 74 és 38 éves férfi, valamint egy 31 éves nő sérült meg a július 21-i autóbalesetben. Az egyik gépkocsi vezetője meg akart fordulni a 21-es számú főúton Kisterenye és Nagybátony között. Ekkor ütközött össze a mögötte haladó, őt kikerülni szándékozó autóssal. A 21-esen egyre több a baleset. A statisztikák szerint az egész ország egyik legveszélyesebb közútja. Havonta ugyanis minimum egy halálos baleset történik ezen a szakaszon. 2012. január 22-én egy ember meghalt, 8-an pedig megsérültek, amikor két személygépkocsi összeütközött Jobbágyinál. 2011. október 13-án pedig 5 ember vesztette életét Vizslásújlak és Bátony terénye között. Ekkor egy munkásokat szállító Ford Transit tért át a másik forgalmi sávba, majd frontálisan ütközött egy autóbusszal.
A 21-es főút folyamatosan szedi áldozatait. Szakemberek szerint ennek egyik fő oka, hogy az M3-as autópályáról Salgótarján felé letérők alig csökkentik a sebességet. Az aszfaltcsík viszonylag keskeny, sok a Szlovákia felé tartó kamion, és az út is rossz állapotban van. Vonatbaleset történt Nógrád megyében. A 60 felé tartó szerelvény ütközött össze egy személyautóval Pásztó és Szurdokpüspöki között július 22-én. Az autó sofőrje a fénysorompó piros jelzésére sem állt meg, és a sínekre hajtott. Ekkor ütközött össze a vonattal. Nagy szerencse, hogy a balesetben senki sem sérült meg. Az érintett szakaszon a rendőrségi helyszínen és befejezéséig azonban nem közlekedtek a vonatok, az utasokat pedig pótlóbuszok szállították. Le akarta szúrni apját egy bátony terenyei férfi. A 46 éves elkövető napi rendszerességgel került szóváltásba családtagjaival, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli őket. Legutóbb apjával veszett össze, az ágyra lökte, leszorította és egy késsel kétszer a hasa irányába sújtott. Azonban bátyja és édesanyja lefogta, így a szúrások célt tévesztettek. A késsel az apa kezét sértette fel. A férfit elfogták, ellene emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Nógrád megyei főügyészség. Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter július 22-től átmeneti időre. A tiltás Nógrád megyét is érinti. Ebben az időszakban nem lehet tüzet gyújtani a kijelölt helyeken sem, és a gaz égetése is tilos. Egy autóból kidobott cigaretta miatt erdők kerülhetnek a lángok martalékává. Nógrád megyében az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett az avartüzek száma. 2013-ban eddig több mint 100 esethez vonultak a tűzoltók, tavaly pedig összesen 1416-hoz. Rendkívül aszályos időjárás volt, amelynek következményeképpen nagyobb lehetőség volt arra, hogy ilyen típusú tűzesetek kialakuljanak. Ez az egyik tényezője. A másik pedig az emberi gondatlanság, amely kimutatja, hogy a vegetáció tüzeknek a jelentős százaléka az ebből adódik. Nógrád megyében az elmúlt időszakban 4 településen, Bátonyterenyén, Salgótarjánban, Pásztón és Szirákon volt a legtöbb avartűz. Ezek visszaszorítására azonban több intézkedést is tett a megyei katasztrófavédelem. De jelentős előrelépést tett az igazgatóságunk az önkormányzatokkal közösen, a gazdálkodókkal közösen, akik tényleg megértették azt, hogy maga a magántulajdonuk, maga a legelőjük tisztántartásával, a védőszántásoknak a kialakításával, nem csak a magántulajdont, hanem a köztulajdonuk az erdőket végedik, mert ez nagyon fontos, hogy a vegetáció tüzeknek egy része, és Nógrád megye sajátosságából adódóan, majdnem minden esetben átterjedt tovább, akár erdős területre, és nem egy esetben pedig, ahol mondjuk olyan környezetben, tehát vikendházas részen alakult ki, akkor pedig magántulajdon ingatlanokat veszélyeztetett. Tehát egy felelős, tudatos magatartással ezek a típusú káresetek megelőzhetők. Azonban az előírások megszegése bírsággal sújtható. Ez 100 000-től akár 1 millió forintig is terjedhet. Ha pedig nagyértékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntető eljárás is indulhat. Kincseket találtak Szlovákiában. Az 1500-as évekből származó használati tárgyak, ezüstpénzek, puskagolyók is előkerültek a Fülekvárában zajló régészeti ásatáson. A helyszínen első alkalommal rendeznek régészeti nyári egyetemet, amelynek keretében a visegrádi négyek országaiban tanuló hallgatók végeznek terepgyakorlatot. A Füleki Vármúzeum a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem régészeti tanszékének évek óta zajló kezdeményezéséhez csatlakozott. A munka a Füleki Várban több mint egy hétig tartott. A mostani kutatás az Alsóvár tervezett széleskörű feltárását is előkészítette. Ezt a múzeum jövőre mintegy 400 négyzetméteren valósítaná meg. Több éves hagyományt folytatna idén a Bátonyterenyei Jobb Életért és Roma Fiatalokért Egyesület, amely nehéz helyzetben lévő gyerekeknek szervez budapesti kirándulást és látogatást az állatkertbe. A tavaly összegyűjtött adományokból 48 fiatal jutott el a fővárosi állatkertbe. Az Egyesület elsősorban a szegény családokért és a segítségre szoruló idős emberekért dolgozik. Az elmúlt évben 90 nehéz sorsú családnak tudtak segíteni élelmiszercsomaggal. A Jeromaf Egyesület idei augusztus közepére tervezett budapesti kirándulásához vár most elsősorban anyagi segítséget. Emellett a közeljövőben más akciót is terveznek, csak úgy, mint tavaly, taneszközöket, iskolatáskát, füzetet, írószereket osztanának azoknak a gyerekeknek, akiknek családja nem tudja fedezni az iskolakezdéshez szükséges kiadásokat.
Drasztikusan csökkent a sertésállomány Nógrádban, egyetlen év alatt 24 ezerről 9 ezer alá. A kukoricatermelés területe azonban növekszik, derül ki a KSH napokban közzétett a tavalyi évet értékelő jelentéséből. Az elmúlt évek adatai szerint megyénkben a mezőgazdasági termelés teljesítményét tartós visszaesés jellemzi. Még a mezőgazdaság fajlagos teljesítménye az elmúlt év országos átlagát nézve 86 ezer forint volt hektáronként, a legalacsonyabb eredményt Nógrád érte el a megyék közül alig több mint 49 ezer forinttal. Megyénkben tavaly csak a nagy hagyományokkal bíró kukoricatermesztés területében mutatkozott fejlődés. Ez 2012-ben az előző évinek közel másfélszeresére nőtt, viszont a kedvezőtlen időjárás következtében a betakarított termés 19%-kal csökkent. A búza termés mennyisége az előző évinek a 61%-ára esett vissza, de csökken a repce, a burgonya és a lucerna területe és termés mennyisége is. Nógrád megyében a haszonállatok közül a sertés és a szarvasmarha tenyésztése a legjelentősebb. 2012-ben azonban 62%-kal csökkent a sertés állomány. A szarvasmarha állomány már 2010-ben elvesztette 1/5-ét. Azóta nagyjából stagnálnak az ágazat eredményei, viszont egyre inkább növekszik az exportigény. Az óvodáját kívánja megmenteni a Nógrád megyei Terény polgármestere azzal, hogy egy korábbi sikeres akció után most újra nagycsaládosokat vár a településre. Olyanokat, akiknek legalább két óvodáskorú gyerekük van, s őket a lakhatásért cserébe a helyi óvodába járatnák a szülők. Az új betelepülőknek pályázniuk kell a lehetőségre. A rezsi fizetését, valamint a ház és környezete rendben tartását kellene vállalniuk. Az akcióról szóló döntést júniusban fogadta el a Terényi önkormányzat. A jelentős szlovák kisebbséggel bíró mintegy 400 lelkes településen néhány éve már sikerült megmenteni a helyi óvodát és iskolát, amikor nagycsaládosok érkeztek a településre. Ezt a programot indítják most újra, hogy ne kelljen az óvoda bezárásától tartani. 14 kisgyermekünk volt, ebből most 6 elballagott, ők már az iskolát kezdik, és a következő nevelési évben évelején 9 kisgyerekkel kezdünk. Tavasszal még 3 kisgyerek érkezik majd az óviba, de bőven van még hely. Ezért is találták ki a faluban, hogy újra meghirdetik a nagycsaládosoknak szóló akciót, melynek keretében egy évig ingyen lakhatást biztosítanak számukra. Vállalják a családok a rezsinek a kifizetését. Egy 3 oldalú szerződés megállapodás fog létrejönni az ide költöző család, a ház tulajdonosa és az önkormányzat között, és ezen felül kell még előtakarékoskodniuk is havonta, és ez esetleg majd megalapozhatja egy jövőbeni házvásárlásnak a lehetőségét. A mostani program egyik szervezője és családja Szegedről költözött a kis Palóc faluba. Azt mondják, hogy nem bánták meg. Szeretek itt élni, szeretünk itt élni, befogadott minket a törzsgyökeres lakosság, tehát már van arról tapasztalatuk, hogy milyen az, amikor egy nagy család ide költözik, vagyunk többen, ugye, és mi is szeretjük őket, és van egy régi hagyományos falusi közösség, nincs elidegenedett társadalom, és van egy új közösség is ezen a falun belül. A júniusban kiírt pályázatra eddig 2 jelentkeztek. A program vezetői augusztus közepéig várják a pályázatokat, és abban bíznak, hogy szeptemberben már legalább 3-4 gyerekkel több lehet majd a Terény óvodában. Megvan a 10.000. rekordhal Maconkán. Július 14-én 7 óra magasságában Novák György kifogta a maconkai víztározó és tórendszere 10.000. hivatalosan bejelentett és hitelesített rekordhalát. Ez a szám nem csak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló a hiteles horgászatott bádisok között. Novák Györgyöt egyébként nem kell bemutatni a maconkai eseményeket követő horgászoknak, mivel az érintett eddig 101 rekordhal büszke kifogója, s ő volt az egyik részese a szám szerinti nagypontos rekordnak. Továbbá egy 21,4 kg-os tükrössel a faj szerinti abszolút tórekord birtokosa is. Ezentúl 58 kg-os harcsát, 19,8 kg-os tőpontyot és közel 10 kg-os koi pontyot is fogott már Maconkán. Palóc világtalálkozót rendeznek Bátony terenyén, lesz gasztronómiai fesztivál, mesemondó verseny és palóc lakodalmas is. Cseppköveket találtak egy salgótarjáni alagútban, a feltárás egyedülálló Nógrád megyében. Le akarta szúrni apját egy Bátony terenyei férfi, az elkövető korábban egész családjával végezni akart. Híradónkat látták a viszontlátásra.